Előre mentünk itt ugye onlineba a királyokkal, de most már ilyen alcímeket adtam az Izrael történetének, és a múltkori, a negyedik rész, ahol nagyon érdekes volt, de a negyedik részben volt Júda történetének a két legnormálisabb királya, ugye az egyik az Ezékiás, a másik a Josiás, és úgy megdöbbentem rajta, ugye annak az alcíme az volt, és azt az alcímet adtam neki, hogy Júda utolsó lehetősége. És ahogy ezt úgy kimondtam, és ahogy ezt úgy néztem, és ahogy készültem a múltkorira, úgy megdöbbentem, hogy milyen kemény lesz, de hogy lesz a kegyelem időszakának is egy olyan pillanat, amikor vége van. Tehát amikor azt lehet mondani, hogy ahogy mondja az ige, hogy lezárul a kegyelem időszaka, és olyan megdöbbentő, hogy ez a mai rész, amit ma meg fogunk nézni, ez tulajdonképpen már azt az alcímet adtam neki, hogy Jeruzsálem ostroma, a fogság kezdete és a bukás. Tehát amikor nem élünk azzal az időszakkal, amikor még Isten ad esélyt visszafordulni, akkor utána viszont menthetetlenül jön az ítélet. Ugye a jelenések könyvében talán az egyik legdöcögösebb rész, a hét csapás még előttem van, ugye három vagy négy rész van vissza a jelenések könyvéből, és olyan megdöbbentő, hogy Isten a hét csapás előtt, a jelenések könyve kronológiailag úgy működik, hogy lesz a hét trombita szó, tehát minden csapás előtt van egy figyelmeztetés. És ahogy végigolvastam a trombita szókat, azt láttam, hogy egyszerűen nem lesz ember, aki erre ne ébredjen föl, és az a megdöbbentő, hogy lesz ember, aki erre nem ébred föl, és ugye a hét csapás viszonylag nagy tömegeket fog elérni. És Izrael történetét is ugye azért érdemes megnézni, mert a múlt heti azért volt tragikus, és két kiváló király, ugye az Ezékiás és a Josiás, mind a kettő tényleg egy kiváló király, összesen északon és délen összesen nem volt annyi jó király, mint ebben a múltkori részben, hogy egyszerűen Isten adott lehetőséget a visszafordulásra, az utolsó pillanat a megtérésre. És ugye így a fülemben csengett az az ige, amikor azt mondja az Úr, és ugye ma nagyon sokan elkerülik ezt az igét, de azt mondja, hogy ma, amikor még hallod az Úrnak a szavát, ne keményítsd meg a szívedet. Szóval ez egy nagyon megrázó dolog, hogy eljön az a pillanat, amikor már nem hallják az Úrnak a szavát, és ugye ezekre a királyokra, akik ma megnézzük, meg egyáltalán az ostromot, meg a történetet, remélem végzek vele, akkor az a megdöbbentő, hogy ezek közül a királyok közül, akiket itt majd meg fogunk nézni, az Úr szólt, jöttek a proféták, nem is akármilyen, ugye itt belép még egy proféta, Ezékiel, ugye a múlt héten belépett Jeremiás, azelőtt belépett Ézsaiás, tehát az Ószövetség legnagyobb formátumú profétái ebbe az időszakban voltak. Tehát azt lehet mondani, hogy Isten mindent megtett azért, hogy Júda meg tudjon változni. Ugye ekkor már Izrael fogságban volt, már megsemmisült az északi királyság. És azt lehet mondani, hogy erre a négy királyra, mind a négyre, ha csak egy jellemzővel kéne őket összefoglaljam, egyik sem hallotta már az Isten hangját. Tehát tulajdonképpen oda megy Jeremiás, majd megnézzük, ugye ez a Joákimhoz, és elmondja neki, pontosan elmondja, hogy ne Egyiptom mellett ragd le a voksodat, hanem Babilon mellett. Babilonba fogtok menni, Babilon lesz az Úr, le fogja győzni Egyiptomot, stb. Stb. Az a királynak a válasza, hogy megvereti iszonyatosan, iszonyatosan Jeremiást, és olyan megdöbbentő, hogy aztán később ugye Nabukodonozor, amikor már elhurcolják a királyt is a második hullámmal, aztán megtörténik Jeruzsálem ostroma is, akkor nagyon érdekes, hogy a Nabukodonozor király egyetlen egy embernek ad kegyelmet, ez pedig Jeremiás az, akinek kegyelmet ad, és Jeremiás, hogy a hitet ébreszten az emberekben, hogy vissza fognak jönni az ígéret földjére, vásárol egy kis darabka földet. Megvan nektek, hogy pusztul el Babilon, lerohanja a Júda földjét, és Jeremiás meg vásárol magának telket egy kicsit. Ezzel is akarta bátorítani az embereket, hogy vége lesz ennek. Ez körülbelül olyan, mint egy lerombolt, lepusztított városba, egy háború sújtott a városba, mi elmennénk és telket vennénk, azzal a szándékkal, hogy ott fogjuk élni az életünket. Tehát nagyon megdöbbentő volt, ahogy bántak ezekkel az emberekkel, de ez már mind azért volt, mert nem hallották a hangjukat. Úgyhogy ezzel a Josiással fejeztem be a múlt héten, és ugye egyértelműen jelezték már a proféták, hogy az asszír
ostromnál, az asszír bukásnál, ami északot elvitte fogságra, annál jóval durvább lesz a babiloni fogság, tehát lényegesen durvább lesz a babiloni fogság, de még így is, ha belegondoltok, nagyon érdekes Jeremiásnak az egyik igéje, úgy örülök a déli országrésznek, mert ugye az északinál, amikor megnéztük a negyedik évadból, csak a királyok könyvét tudtuk olvasni. Itt már hozzácsapódott a Krónika könyve, amit majd a legvégén a Babilonhoz vezető utat, amikor végignézzük lépésről lépésre, és azt egy nagyon fontos lépésnek tartom, majd meglátjátok, ahogy megnézzük a Krónika könyvéből, fel fogjátok ismerni napjainkat, hogy mi is ugyanezek a jelek vezetnek a végidők Babilonjához, de ami megdöbbent, hogy azt mondja Jeremiásnak az Úr, hogy vegyél egy faigát a nyakadba, és azzal járkálj a városba. És fölveszi ezt a faigát, és járkál a városba. És ugye azt jelezte ezzel az Isten, hogy a Babilon az csak a faiga. De ha nem engedelmeskedtek az Isten akaratának, akkor utána nem fát, hanem vasigát, vagy fémet, azt rakok a nyakatokba. És hogy milyen megdöbbentő, hogy milyen engedelmesek voltak ezek a proféták, ezek kornak a nagy emberei voltak, és ezt felveszi, és kóvályog egy faigával a városba. És nem vonják le az emberek, hogy a fa még elviselhető ugye súlyban, mindenben, de ugye amikor vasat kap az ember a nyakában, és ugye erre hasonlította, hogyha nem élitek túl a Babilont, és nem hallgattok rám, akkor utána, és ugye már előre jelezte, hogy a következő iga az sokkal durvább lesz, az agyon fog benneteket nyomni. Úgyhogy a Josiás után nagyon érdekes, de történik egy furcsa dolog, az, hogy Josiásnak nem a legidősebb fia jut most hatalomra, hanem egy másik fia, ez a Joákház jut hatalomra. Ugye ez is érdekes, ha megnézitek, a dátumok mindig beszédesek, egy évet sikerült neki uralkodnia, tehát ebből úgy nagyjából le lehet vonni, hogy nem volt olyan nagyon jó király. Ha csak a dátumokat írnám ki az összes királynak, akkor lehet látni, hogy melyik volt jó, melyik nem volt jó. Amelyik nagyon hosszan uralkodott, ott még mindig két esélyes volt. Az egyik az volt, hogy az élete egy részében jó volt, a másik részében nem volt. De volt olyan is, aki hosszan uralkodott, és csak rossz volt. Az miért volt? Hát azt mondja, hogy könyörögjetek, ugye itt lehet megérteni ezeket az igéket, hogy könyörögjetek a városotok, az országotok jólétén, vagy a vezetőitekért, mert a ti jólétetek őtőlük függ. Tehát amikor Isten büntetésképpen adott egy olyan uralkodót, aki tulajdonképpen megkeserítette évtizedekre az emberek életét. Ha megnézitek, akkor olyan megdöbbentő, hogy ugye sokszor nem érthető, hogy miért lehetett egy Rákosi korszak ilyen hosszú, vagy miért lehetett egy sztálini korszak ilyen hosszú, és sokan azt hiszik, hogy ez valami furcsa történelmi lecke volt. Nem. Hát minden bizonnyal az a nép, aki mondjuk megkapta Sztálin, de Sztálint az egész világ megkapta a nyakába, tehát valószínű, hogy olyan mértékben felhalmozódott a bűn, hogy Isten úgy látta jónak, hogy ilyen uralkodót engedett rá az emberekre, és milyen nagy érték, amikor olyan uralkodó van, és ugye az utolsó időkben pont ez veszik el, hogy már nem lesz olyan hatalmi törekvések vannak, hogy már nem lesz olyan uralkodó, aki tulajdonképpen a nép érdekeit. Hát ugye Mátyásról azt terjedt el, hogy igazságos, aztán amióta változott a rendszer, azóta elmondják, hogy Mátyás nagyon rossz király volt, én még úgy tanultam, hogy hát ez egy fantasztikus király volt. Ezért most, ha beleolvastam egy felső tagozatos történelemkönyvbe, ott azt mondják, hogy hazugság volt az egész. Tehát rendszerváltáskor változik a jó meg a rossz, de Istennél egy volt az alapja, hogy milyen volt a viszonya az Isten igéjéhez. Erről a Joákházról, ugye itt már mindegyik királynak volt egy másik neve is, mert mindig az aktuális birodalom, aki leuralta Izraelt, vagy Júdát, az adott neki egy másik nevet. Joákháznak a másik neve Sallum volt. Tehát az uralkodó azzal is jelezte, hogy ez tulajdonképpen ezek ilyen bábúralkodók voltak, hogy adott nekik egy másik nevet, majd meglátjátok, Sedékiásnak sem az volt az eredeti neve, Joákinnak sem ez volt az eredeti neve, ezzel is jelezték. Ez épp olyan, mint amikor mondjuk bejön egy, mondjuk minket elfoglaltak annak idején a szovjetek, és akkor a Kádár Jánosnak adtak volna egy másik nevet. Tehát mit jelent az, ki az, aki neked nevet ad? Ugye az apám és az anyám. Miért? Hát mert ők gyakorolnak a legnagyobb tekintélyt az életemre. Ugye amikor elnevezünk, amikor megkapjuk a lehetőséget, hogy mi nevezünk el valakit, az azt jelenti, hogy mi fölötte állunk.
döntésben annak az embernek, és hát ugye ezeket így nevezték el. Igehelyek 2 királyok 23, 31, 33, 2 krónika 36, 1, 3, és ugye még egy jó hír, hogy belépett a Jeremiás könyve is, Jeremiás 22, 1, 19-ben lehet olvasni ezekről az igékről. Tehát Joákház Jósiásnak nem a legidősebb fia volt, mégis ő lett a király. Lelkületében ugye az előző gyakorlatokhoz képes csak egy igevel verset engedjetek meg, hogy felolvassak, és az igevers mindig elmondja a királynak a lelkületét. Sajnos nem jó híreim vannak a lelkületével kapcsolatban, nem az apjának a lelkületét vitte tovább. 2 királyok, 23-32, ismerős, már szinte kívülről tudjátok, és gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, mindaz szerint, amint az ő atyái cselekedtek, és ugye itt leírja, hogy mi lett ennek a királynak a sorsa, az egyiptomi fáraó viszi el, ugye akkor, ugye beszéltem erről valamelyik istentiszteleten, Észak-Babilon, Dél-Egyiptom. Észak is és Dél is egy szellemi valóság, Izrael mindig ezeknek volt kiszolgáltatva. Júda itt már különösen megérzi, és nézzétek meg, a legutolsó küzdelem Babilon és Egyiptom, tehát Észak és Dél harca ment Júdáért, és ugye ezt a harcot jelzi ugye a Júda történet, hogy a Babilon nyeri meg ezt a harcot, az utolsó időben is a Babilon nyeri meg majd ezt a harcot, és akarja elpusztítani Istennek a népét. Lelkületben nem hasonlított az apjához, ugye én egy évet írtam, tehát 609-től 608-ig, de az igét megnézitek, három, azaz három hónapig sikerült neki uralkodnia, tehát, és ez az egyiptomi fáraó, aki akkor Nékó volt, ez elviszi fogságba, és róla nem is tudok nagyon mit mondani, és a testvérét, Joákimot ülteti a trónra. Tehát amikor a történelem úgy hívja, hogy amikor egy nem az ország választ királyt, nem öröklés útján lesz a király, hanem egy külső hatalom választ királyt, ugye volt-e ilyen a magyar történelemben? Hát nem egyszer, nem kétszer, még a múlt században is volt, tehát például ugye Kádárékat, bár a szovjetek rakták oda, ugye a mai hatalom büszke arra, hogy őket senki nem rakta oda, hanem a nép választotta, ezt már csak 25-30 év múlva fogjuk megtudni, de valóban létezik ma ez a gyakorlat, hogy oda helyeznek, és azok az uralkodók, akiket más birodalom, más hatalom helyez oda, azokat úgy hívjuk, hogy báb királyok, tehát sehogy máshogy nem lehet elnevezni, csak báb király. És itt már megindul a harc, itt már lehet látni, hogy Dél-Egyiptom is küzd Palesztinának, Izraelnek, Júdának a földjéért. Miért? Hát az asszír birodalom már elfoglalta Izraelt, és tulajdonképpen ez a kis szelet, ez a Júda marad bent a déli és az északi birodalom között, és mindenki el akarja ezt foglalni. Miért? Mert aki ezt elfogja, ez egy ilyen felvonulási, ez egy ilyen átvonulási terület. A szellemi életben, hogy ezt lehessen látni, mind az északi szellemi valóság és mind a dél mit akar átjárási területnek, mi ellen a maradékot, a maradék Júdát, a maradék Istennek az igaz népén akar minden. A dél is azt pusztítja, ugye a maga erkölcstelenségével, és az észak is azt pusztítja, a legnagyobb támadást az igaz Istennek, az igaz maradék népére, két hatást fog ránk gyakorolni, két nagy kísértésünk lesz, az egyik a vallásosság, a másik pedig az, hogy feladjuk, és visszamegyünk a világba. Testvéreim, az embernek ezek a legnagyobb kísértései. Ugye van, amikor úgy érzi az ember, hogy ezt nincs kedve tovább csinálni, elég volt, vannak ilyen pillanatok, és van, amikor pedig az ember olyan rendszerbe gondolkodik az Istenről, nem a szabadságban éli meg, az Istentől kapott szabadságban a vele való kapcsolatát. Úgyhogy én, amikor ezt megértettem, ezt az két szellemi valóságot, azóta nagyon leegyszerűsödött a politika. Nagyon leegyszerűsödtek a világbirodalmak, nagyon leegyszerűsödött minden. Nagyon leegyszerűsödött egy választás. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsödött. Ugye nem mondtam el ezt az istentiszteleten, mert még politikai állásfoglalásnak vették volna, és én azt attól tartózkodom, de ugye elmondtam nektek két alkalommal ezelőtt, és itt bátrabban elmondom ezt, nem mintha ott bátortalan lettem volna, csak tényleg nem akarok politikailag állást foglalni, különösen nem választási évben, de azt el kell mondanom nektek, hogy ugye egyértelműen azt látjuk, hogy az evangélium mindig abban az időszakban tudott terjedni, amikor dél volt hatalmon. Tehát Izraelre kevésbé gyakorolt rossz hatást,
Egyiptom mindig oda menekült, mint Észak, Babilon. Tehát Egyiptom soha nem vitte el fogságba, soha nem pusztította el, kirabolta, stb. Stb., de nem pusztította el. Izraelt, Izrael népét mindig Észak pusztította el. Mindig onnan jött, vagy az asszírok, vagy a Babilon, de mindig onnan jöttek. És ugye elmondtam nektek két istentisztelettel ezelőtt, illetve az igéből idéztem, hogy egyetlen egy dolgot biztosan tudunk, hogy a végidők előtt, ami előtt vége lesz ennek az egésznek, az evangélium hirdetetni fog, az igaz evangélium. Ugye ezt csak zárójelben jelzem meg, hogy az igaz evangélium a déli keretek között, ami még egyszer mondom, tök istentelen, tehát semmi jót ne várjatok, egy bocsássatok meg, ha be akarom helyettesíteni, egy baloldali, liberális gondolkodás, és ugyanolyan istentelen, mint egy vallásos, nemzeti keresztény gondolkodás. De mégis az Isten igéje azt mutatja, mégis az Isten a népét, Jézust, Ábrahámot, Jákobot, Józsefet, sorolhatnám még tovább, mindig Egyiptomban tudta őket. Nem azért, mert Egyiptomban, hát képzeljétek el, József mit élt át a fáraó házában. Új neve volt, egy idegen asszonyt vett feleségül, szóval mégis ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy már mégis megengedte neki az Isten ezt. Tehát az Isten akarata volt, de megtartotta. Tehát Egyiptomban mindig Isten meg tudta tartani, és nagyon érdekes, hogy nézzétek meg, amikor Északról jött, ott mindig elvesztek, ott mindig ítélet volt. És ezért ugye az evangélium hirdetés előtt, tehát várható még világméretekben, és most nem a magyaroknak szól ez, de a magyarok is benne lesznek ebben, az utolsó idők vége előtt még egy világméretű baloldali liberális fordulat várható, mert az evangélium ebben a korszakban fog hirdetetni, de ugye látjuk, hogy utána ezt be fogja kebelezni az Észak, és a legvégén már nem olvassuk azt, hogy Egyiptomból fussatok ki, a legvégén már csak azt olvassuk, hogy Babilonból fussatok ki. Tehát világméretekben, ha ezt most le akarom fordítani a mari nyelvre, és ezzel senkit nem akarok semmire biztatni, mindenki arra szavaz, akire akar, de már Európában is megindult ez a folyamat. Tehát a kőkemény jobboldali, és nem nálunk indult meg ez először, de a kőkemény jobboldali évtizedek óta beágyazodott politikai erőket baloldali erők váltják re. Ez nagyon megrázó ez a folyamat. De csak azért jelzem, hogy ez nem politikai nyilatkozat részemről, hanem egy bibliai alapvetés, hogy az igaz evangélium miért tud baloldali körökbe? Azért, mert baloldali istenhívő? Nem, azért, mert tojik rá. Tehát nem érdekli, nem foglalkozik vele. Te foglalkozik vele. Tehát nem érdekes. Természetesen tudom, hogy a Rákosi korszaknak is, meg a Romániában is a bizonyos diktátorok korszakainak voltak olyan, amikor tényleg ütötték, vágták az igaz hívőket. Tehát tényleg Magyarországon is be volt tiltva, de mégis, ha az ébredési hullámokat csak Magyarországon megnézem, azok soha nem a nemzeti kereszténység alatt történtek. Figyeljetek, az egy totál merev rendszer. Ott merev az oktatás, merev minden. Tehát ott nincs jobbra, nincs se jobbra, se balra, és ráadásul ugye az emberek ott jobban be vannak csapva, mert ott azt hiszik, hogy ők keresztények. Azt hiszik, hogy nincs szükségük megtérésre. Tehát ez ma megdöbbentő. Ha ma én elmennék a parlamentbe, és mondjuk a KDNP-sekkel elkezdenék beszélni, ezért tragikus, amikor most ugye hallja az ember, hogy olyan politikusok, akik csont keresztények egész életükben templomba járnak, tehát tényleg hívő, gyakorló hívők, ezeket gyanúsítják különböző bűncselekményekkel. Ez mit jelent? Tehát én nem vonom kétségbe, hogy ő keresi az Istent és hívő, de hogy nem született újjá, abba mondhatom, hogy szinte biztos vagyok. Tehát a vallásosság még nem jelenti az újjászületést. Úgyhogy itt annyi történik, hogy ez az Egyiptom jön föl, és jelzi, hogy neki kell a Júda területe. Ilyenkor mindig adót vetnek rá, elviszik az uralkodót, és ugye fogságba esik ez a Joákház. Aztán jön a Jojákim, akinek a másik neve Eliákim, ugye különböző bibliai fordítások vannak, 608-597-ig uralkodik időszámításunk előtt, Igehelyek 2 királyok könyvének a 23. részének a 34. versétől a 24. fejezet 7. verséig, 2 krónika 36. fejezet első 4 verszaka és 5-től a 32-ig, aztán a Jeremiásban lehet olvasni róla a 17-ben, 7-től a 11-ig, 26., 35., 25., 10. Szóval a Jeremiásban időrendben végig lehet róla olvasni. Őt már az egyiptomi fáraó teszi meg báb király, és ilyenkor már ugye alávetett helyzetben van Egyiptomnak Júda, és adót fizet, és adótról ki az egész
országra, és tulajdonképpen az a baj ezzel a Joákimmal, hogy ez azért lesz istentelen, még jobban istentelen, mert kifizeti az Egyiptom, tehát kiveti a király adót, amit beszed a néptől, és amit Egyiptom beszed, azt még pluszba kiveti. Tehát ugye lehet látni, hogy a Roboám mibe bukott meg, azt tanácsolják neki, hogy apád már Salamon volt az apuka, apuka már nagyon, hogy fenntartsa ezt az életmódot, óriási adókat vetett ki a népre, és tanácsolják Roboámnak a tanácsosok, hogy te ne csináld azt, amit apád, mert meg fogsz bukni. Ugye akik látták, azok tudták, hogy a királyság kettészakadása a kérdés, akkor már feltűnt Jeroboám. Roboám mit csinál? Megsokszorozza az apjának az adóit, megfejeli az apjának az adóit. Tehát azt lehet látni, hogy amikor egy hatalom az adóemeléssel akar érvelni, csak nézzétek meg, itt voltak előttünk pont épp baloldali hatalmak voltak, akik ugye, itt tudtok, ki erre még emlékeztek, hogy bokros csomag, stb., akik arra appelláltak, hogy az adóemeléssel, csak miért mondom példaként, mert azok a hatalmak, akik adóemeléssel érvelnek, és azzal akarják megoldani a problémákat, azok mit csinálnak, azok mind nagyon rövid időn belül megbuknak. És ugye itt ez a király is azt hitte, képzeljétek el, hogy a nép befizeti a nem kicsi adót, és utána még az egyiptomi sarcot is befizetik. Hát ugye volt-e ilyen már Európában, amikor vége van a második világháborúnak, ugye ma már ez köztudott, akkor a két hatalom, a szovjet és az Amerika fölosztja egymás között Európát. Ezért van az, hogy létrejön egy berlini fal, az nem magától jött létre, hanem ugye olyan érdekes, hogy a szovjetek hajszál pontosan megállnak az egyik felén, az amerikaiak meg hajszál pontosan megállnak a másik felén, és mindenki, és békességben mindenki visszavonul, és vége van a második világháborúnak. És utána mit tudunk? Hát azt tudjuk, hogy ugye az egyik oldalt, az Amerika, a nyugati oldalt mit csinál? Kitömi pénzzel. De ugye ez milyen pénzzel tömi ki? Segéllyel tömi ki. Ugye egy ilyen Marshall segély nevezeti dologról lehet, hogy hallottatok, az mit jelentett? Hát, hogy évtizedekig nyögte Nyugat-Európa. Természetesen jólétet csináltak, de évtizedekig nyögte Nyugat-Európa. Kelet és Nyugat között az a különbség ma, hogy a jóléti társadalom ugye előbb beütött Nyugatra. Hát emlékeztek rá, hogy a 80-as években hogy vágytunk arra, hogy megnézzük ezt az épülő Nyugatot. Ma én őszinte leszek hozzátok, én azt mondtam, hogy bárcsak ne láttuk volna. Tehát sokkal hamarabb megy a romlás a jólétbe. Tehát azért van még ideológiai különbség kelet és nyugat között mindig. Ha megnézitek, nyugaton már a liberalizmus nagyon magas léptékben jár, kereten még mindig nemzeti keresztények vagyunk. Ugye ez azért van, mert egészen más a jólétnek a szintje a két területen. Visszatérve erre, tehát Jojakim az egyiptomi fáraó teszi meg királynak. Itt már ugye csak gondoljatok bele, hogy Júda itt már milyen állapotban van, amikor egy másik hatalom, egy másik birodalom teszi, javasolja a királyt, akkor itt már tulajdonképpen ez az ország elvesztette a politikai függetlenségét. Ez, tehát kezd megsemmisülni, ugye, hogy szűnik meg egy ország, először elveszti a politikai függetlenségét, aztán utána elveszti a nép a szabadságát, és akkor utána tulajdonképpen fölörlik és fölszámolják. Ugyanezt csinálta Egyiptom is, először elveszti a politikai függetlenségét, gazdasági függetlenségét, és legvégén elvitték őket. Úgyhogy adót fizetett Egyiptomnak ez a király, és nagyon magas adókat szedett. Ugye azt lehet még elmondani, azért tanulságos ez az időszak, mert Egyiptom, tehát a déli birodalom és az északi birodalom mindig harcban állt egymással. Állandóan harcban voltak egymással, tehát Egyiptom és Észak között bármilyen birodalom, az asszírokkal is harcba álltak, mindenkivel harcba álltak, tehát soha nem voltak békében, és ugye ezt ha megnézitek, így az utolsó időkre, ha csak megnézitek ezt politikai nyelvre lefordítva, milyen éles harcot vív az Észak és a Dél, tehát olyan megdöbbentő, amikor hallasz egy jobboldali politikust, és hallasz egy baloldali, tehát mintha nem is egy országban élnek, teljesen másképp látják ugyanazt a világot. Tehát meghallgatod a parlamentben a jobboldali felszólalót, és meghallod a baloldali felszólalót, akkor azt mondod, hogy ti nem egy városban éltek, vagy nem egy országban. Miért látjátok másképp? Azért, mert ilyen, kezdettől fogva ilyen a természete. Tehát ezért csodálatos Dániel könyve, mert képzeljétek el, hogy hány ezer évvel ezelőtt megmutatta. Dániel miért tudta megérteni a világtörténelmet? Mert bemagolta a lexikálisan? Nem, mert megértette a folyamatát. Ezért ugye az iskolákban jó lenne, ha nem lexikális tudást tanítanának, hanem folyamatokat. Például nagyon érdekes dolog, ma elmérkedtem rajta, ahogy mentem hazafelé, hogy rengeteg művelt ember van.
az országban. Tanult, művelt ember, de a művelt ember nem okos ember. Miért hívom nem okos embernek, és nem bántva meg senkit, nincs gond a műveltséggel. Azért, mert az okos embert arra hívjuk, aki a műveltségét gyakorlatba tudja alkalmazni. Most ha belegondoltok, rengeteg egyetemi tanár iszonyatos művelt a maga területén, viszont ha elküldöd a postára, vagy elküldöd a boltba, vagy elküldöd egy szerződést, vagy bármire, tehát a hétköznapi élettől nagyon távol van a gondolkodásmódja. És ezért ugye az okos ember az mit csinál? Az okos ember az a tudását gyakorlatra, cselekedetekre tudja váltani. A művelt embernek iszonyatos nagy a tudása, de nem minden esetben. Ezért fordulhat az elő, hogy egyszerű, nem túliskolázott emberek azt az Istentől kapott alapbölcsességüket a hétköznapi életbe jobban tudják alkalmazni. Bocsánat, de a legtöbb hétköznapi köznyelven érthető szólás nem a felső rétegekből származik, hanem az alsó rétegekből származik. Miért van ez? Hát azért van ez, nem véletlenül Salamont miért dicsérte meg az Isten? Mert Salamon erre jött rá, hogy nem elég a műveltség. A műveltséget gyakorlatra is kell váltanom. Ezért, ha megnézitek mindig, ezért én mindig javaslom, hogy ne azt várjuk csak el a gyerekeinktől, hogy műveltek legyenek, kevés lesz. Kell az, hogy okosak legyenek, hogy azt a tanulságot, hát gézeljétek, hogy mennyi mindent tanultunk általános iskolától kezdve, volt olyan tananyag, amire már akkor tudtuk, hogy csak a vizsgáig lesz rá szükségünk, és utána azt úgy felejthetjük el. Hát mi maradt meg, most tessék, matematikából, hát persze megmaradt a szorzótábla, oké, meg esetleg még egy-két osztály szó, de a lényeg nem maradt meg. Miért? A műveltséghez hozzátartozik, de a hétköznapi életben, ezért ugye azok az oktatási rendszerek jók, ahol olyan az oktatás, hogy a lehető legközelebb áll a gyakorlati alkalmazás. Ez sajnos nem jellemző kis hazánkra. Ez egyáltalán nem jellemző kis hazánkra. Ezért is nehéz ma, nem irigylem az egyetemistáknak a sorsát. Tehát ez egy nehéz szakma. Tehát ez egy nehéz szakma. 100 egyetemista közül 95 úgy jön ki, hogy az életben nem akar többet tanulni. Elege van. Hány ingere van az egésztől, pedig ezt olyan szépen lehetne csinálni, olyan klasszul lehetne csinálni, és főleg ebben a mai világban olyan minden adottság megvan ahhoz, hogy olyan szépen lehetne csinálni, de hát valahogy a művelt emberek másképp látják a tudást. Úgyhogy ez a Jójákim, ez már nagy bajba volt, mert látta, hogy ugye a maradék miért van bajba, miért volt bajba Júda, mert ha Egyiptomhoz kötelezi el magát, az is baj, ha Babilonhoz kötelezi el magát, az is baj. Ez az időszak arról szól, Jóákim mit csinál? Elkötelezi magát Egyiptomhoz. Közben jön Babilon. Mit csinál? Elkötelezi magát Babilonhoz. Bocsássatok meg, ezt hívjuk prostituáltnak. Van ilyen, hogy szellemi prostituált. Ez mit jelent a szellemi prostituált? Hát az azt jelenti, hogy mindig az érdekeinek megfelelő. Én gyakran használom ezt a szót, és nagyon sokan megsértődnek rám, gyülekezet vezetők, de sajnos gyülekezet vezetők, ugye itt is kivált prostituáltá, a király vált prostituáltá, és utána mit csinál? Prostituálja a népet is. Tehát ugye ezt megnéztük a királyok között, hogy ha jó király volt, akkor jó irányba tudta fordítani a népet. És ezért ugye az történik, hogy ez a Jójákim, a második Jóákim, második király, csak már egy betű választja el majd a harmadiktól, nem volt bonyolult nevük. Ez a Jóákim mit csinál? Húz egy nagyot, és azt mondja, hogy szuper, akkor én elkötelezem magam Egyiptom felé, adót fizetek neki. Csak történik egy óriási változás, időszámításunk előtt ide is írtam 605-ben, ezt csak nem akarok itt történelem leckét adni, de történik egy óriási változás, a világ történelemben történik egy fordulat, dél hatalma megtörik, és kezdi átvenni észak az akkori világ fölött az uralmat. Van egy ilyen csata, hogy Kárkemisi csata, Jeremiás tudósít róla, csak azért bátorkodtam odaírni, Jeremiás szó szerint tudósít a 46. rész első 12 verszakában. Mit jelentette ez? Ez azt jelentette, hogy a ateista világnézet megtörik az egyiptomi, és bejön a babiloni, mert a babiloni birodalom legyőzi Kárkemisi csatában Egyiptomot, és utána mi történik? Figyeljetek, mintha ma élnénk. Júda mit csinál? Gyorsan szövetséget köt Babilonnal. Tehát így lehet megérteni, hogy ezért ugye erős szónak tűnik, hogy lehet-e szellemi prostitúció, természetesen lehet.
Tehát természetesen lehet, és ma ugye én sokszor kirohanok ez ellen, és ki is fogok még valószínű, amíg élek. Miért? Mert azt látom, hogy azok, akiknek nem kéne politikailag állást foglalniuk, mondjuk az egyházaknak, azok politikailag állást foglalnak, és nem csak állást foglalnak, hanem tulajdonképpen ugrálnak a kettő között. Ugrálnak a kettő között. Ugye elmondtam már sokszor, én olyan egyházból jövök, ahol nem volt olyan politikai erő, amivel ne házasodott volna össze az egyház vezetése. Ez miért baj? Azért, mert ez nem feladata, nem küldetése. Egy egyház vezetőnek tudnia kell, hogy bármelyik politikai erőhöz is teszi le a voksát, az istentelen. Nincs köze ilyen szempont. Még ha Isten hívőnek mondja magát, hát Babilon a világtörténelem végén minek mondja magát? Isten hívőnek mondja magát. És mit mond róla az Isten? Fuss ki én népem közüle. Tehát Isten nem tartja népének. Azért, mert mi emberek úgy gondoljuk, azért Isten sok mindent másképp lát és másképp gondol. Úgyhogy, és itt 605-ben, amikor megtörténik ez a kárkemisi csata, akkor tulajdonképpen Babilon elfoglalja Júdát, benyomul Júdába, és ugye sokszor 586-tól akarják számolni a jeremiási proféciát, és nagyon sokan ezt nézik be, és azt mondják, hogy Jeremiás rosszul profétált, mert 535-ben van vége a babiloni fogságnak, és számolják, hogy 586 és 535 között nem jön ki a 70 év, de azért nem jön ki, mert a babiloni fogság 605-ben indul, és úgy már mindjárt kijön. Mi történik 605-ben? A királyi leszármazottú személyeket, és ez is a birodalomnak a menetrendje, a királyi leszármazott személyeket, ugye Dániel, őről majd nem akarok különösen beszélni, ő királyi származású volt, őket összepakolja, és megindul a babiloni első hullám, és elviszik Dánielt, Sidrák, Misák, Abednékó, ekkor viszik el ezeket a srácokat. Miért viszik el ezeket a tanult, képzett, felső rétegben tartozó srácokat? Azért, mert a Babilon és minden birodalom úgy működik, hogy kiképzi a saját politikai elitjét, és utána azokat dobja széllyel. Teljes mértékben azokat dobja széllyel. Mi volt a káldeusoknak, ugye így hívjuk összefoglaló néven a babiloni embereket, mi volt a céljuk? Berakták Dánieléket káldeus iskolába, és utána az lett volna a sztori, hogy visszaküldik őket a szülőföldjükre, és ők kormányozzák. Mit jelent ez a káldeus iskola? Majd beszélek belőle, ez egy átnevelő tábor. Még egyenesebb leszek. Gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Amiről beszéltem a félelemmel kapcsolatban a hétvégén, hogy az utolsó időkben a Babilon úgy fog belépni, hogy megváltoztatja az emberek gondolkodásmódját összességében, és ugye milyen eszközt használ ehhez? A félelmet használja ehhez, mert a félelemben elvesztik az emberek a szabad gondolkodásukat. Amikor félsz, én mindig szoktam mondani, hogy ha félelem alatt van az ember, nem szabad döntést hozzon. Lehetetlen félelem állapotában döntést hozni. Lehetetlen. A legtöbb öngyilkosság például félelem állapotában történik. Mert akkor a legkisebb dolog is a leghatalmasabbnak látszik. Amit az ember félelemben megtesz, azt józanul nem tenné meg. És ezért ugye itt egy óriási fordulat történik, és a világtörténelemben többször előfordult ilyen, mondok egy másik ilyen évszámot. A 605-ben hosszú időre a Babilon visszaveszi az uralmat, de mondok egy nagyon fontos évszámot. Például 1789. Mi történik 1789-ben? Például Európában beüt a francia forradalom, csak mi ezeket azt hiszük, hogy francia belügyez. Beüt a francia forradalom, és mit csinálnak? Olvassátok el, mi az első intézkedése a forradalmároknak? Kergetik a pápát. Tehát kergetik a hívőket, kergetik a keresztényeket. Miért? Hát mert mi volt a francia forradalomnak lényege? Kikerült a központba? Az ember. Az ember. És az embernek mindent szabad. Tehát a francia, bocsássanak meg a franciák elő, de a franciák mindig az erkölcstelenségükről voltak a híresek. Miért? Hát ugye a legtöbb francia író ír a szajhákról, stb. Bordélyházakról. Miért? Hát mert ez az ateista világnézetnek volt a letéteményese. És ezért ez így forog mindig kis hazánkban is, megnézitek. Van egy Horthy korszak, a Horthy korszakot leváltja egy Rákosi korszak. Aztán annak van egy lájtosabb időszaka, ugye a Rákosi korszaknak a Kádár korszak. Aztán utána, bocsánat, de belépnek Antalék, akik meg aztán teljes jobboldal, teljes, aztán az Antalékot ott már sűrűsödik, olyan ez különben a észak és a dél váltakozása, erre is vonatkozik a szülési fájdalom, hogy egyre sűrűbben váltakoznak. Ha megnézitek, az első, ugye a dánieli proféciában tudjuk, a katolikus gondolkodásmód 1260 évig állt fönt. Ugye miért? Hát az egész középkor először, mondjatok, a középkoron nem voltak, egy kis maradékok voltak, de uralta az egész akkori világot a pápaság.
Hát figyeljetek, a királyok hozzá mentek koronáért. István ősatyánk, vagy apja, aki volt, de a ős vezérünk, akkor így mondom, kihez, kitől kapta a koronát? A pápától, és ez egészen így ment az 1700-as évekig, amíg ugye a francia forradalom ezt meg nem változtatta. Aztán utána néztek meg, milyen sűrű, ugye Kádár korszak, Antal korszak, Antal korszak után megint egy baloldali korszak, aztán egy rövid jobboldali korszak, aztán megint egy baloldali korszak, most direkt nem mondom a neveket, aztán most megint egy jobboldali korszak, hát most a nagyszámok törvénye szerint is baloldali következik, de nem értsétek, semmilyen szándékom nincs. Az én számomra miért fontos ez? Azért, mert oda kell figyeljek, hogyha akkor beindul az evangélium hirdetése világmére, és már nem csak hazánkban, hanem világméretekben, ma a Covid óta azért látjuk, hogy milyen a globális dolog. Mindenhonnan hallasz róla. Az evangélium hirdetést is fogod mindenhonnan hallani, és Jézus ugye a Máté 24-ben azt mondja, nem a járványok, nem a háborúk fogják, ne rettenjetek meg, ősz, így mondja, ez még nem a vég, mi a vég, amikor minden népnek, minden ágazatnak, minden nemzetnek hirdettetik az evangélium. Tehát én azért azért vagyok, hogy ha északi időszak van, akkor azt túl kell élni, ha déli van, azt is túl kell élni, mert az is borzalmas, félrenecsetek, de ott árgus szemekkel figyelem, csak szeretném jelezni, hogy Magyarországon a 70-es években volt a legutolsó ébredés, a 70-es évek, ha emlékeim nem csalnak, akkor éppen déli uralom alatt volt Magyarország, semmiképpen nem északi uralom alatt volt Magyarország, úgyhogy megtorpan ilyenkor, tehát megtorpan, azért torpan meg, mert észak eljátsza, hogy hívő, de nem hívő, eljátsza. Figyeljetek, ez nagyon egyszerű lenne, hogy bevezettük az iskolákba a kötelező hitoktatást, és milyen jó lenne, az általános iskolából újjászületett gyerekek jönnének ki. Hát, aki látja a mai 14-16 éves generációt, hát ha ez az újjászületés, akkor én velem valami nagyon nagy bajom, vagy valamit nagyon benézek. Jó, ezért fontos az, hogy ment mindig ez a változás, és ez is a tanulsága ennek az egésznek, és itt a végén látjátok, nagyon-nagyon-nagyon sűrű, és a Babilon a végén alágyúr, és a kárkemisi csata egy óriási változást hozott, és tudjátok, nagyon megdöbbentő dolog, hogy volt-e már arra példa, mert ugye az utolsó időkben meg fog egyezni az éjszaka déllel, úgy gyűri majd az éjszaka délt, a dél átveszi az uralmat, az éjszak megegyezik vele, mert a dél mindig békülékenyebb, és a legvégén miért egyezik meg vele, hogy maga alá gyűrje. Volt-e már észak és dél között megállapodás a világtörténelemben? Pont az általam említett második világháború volt. A dél megállt a berlini fal keleti oldalán, és ugye akkor már északban, ha belegondoltuk, ugye az Egyesült Államokban az 50-es, 60-as években már komoly ébredések voltak. Tehát ott már komoly, ott már a 30-as, 40-es évektől komolyabb ébredések voltak. Nálunk még csak szorványosak voltak. Tehát mindig ezt a két erőt lehet megfigyelni. Nem véletlenül világméretekben először ennek a két erőnek a nyilvánvaló megjelenése az Egyesült Államokban volt, demokrata és republikánus. Ha megnéztek egy demokrata, mivel szokták vádolni a demokrata vezetőket? Most egy demokrata elnök van. Mit mondtak, még hatalomba se lépett? Pedofil, homokó, mindent kapott ez a vén ember. A másikra mit mondtak? Hogy ez keresztény, ez egy hívő ember. Hát most bocsássatok meg egy utólag már, hadd mondjam, mert ha Trump hívő, akkor szerintem a szemüvegem is hívő. Biztos vagyok benne, hogy ez is hívő. Tehát más fogalmunk van, de ott már ez régóta letisztult. Európában még csak most tisztul le ez az egész. Miért háborúzik kelet és nyugat? Azért, mert nyugat jelen pillanatban délt képviseli. Hát ugye jönnek a külön, ha csak nézzétek meg, egy kelet-európai felfogást a homoszexualitás, és nézzetek meg egy nyugat-európai felfogást a homoszexualitásról. Nem azért, mint a homoszexualitásról Istennek más lenne a véleménye, de csak nézzétek meg, hogy a két felfogás mennyire különbözik egymástól. És ezért jó erre odafigyelni. Tehát ez a Joákim, megtörténik a kárkemisi csata, Babilon leuralja egész Júdát, és mi történik? Az történik, hogy Báb királyt helyez oda, és tulajdonképpen Babilon elkezdi. Ekkor még csak a templom kincseit viszik el, tehát még a templomot és Jeruzsálemet nem rombolják le, de a templom kincseit elviszik, és az első babiloni hullám elindul 605-ben, Dánielék elmennek tulajdonképpen fogságra. És ugye Dánielben az a megdöbbentő, hogy 37 éven át szolgált államférfiként Dániel, tehát nagyon hosszan túlélte az egész babiloni fogságot, és engem ez megint úgy megráz, hasonló a sztori, mint Mózesnél.
és nem jöhetett vissza. Tehát nem jöhetett vissza. Él még, amikor vége van a babiloni fogságnak, és nem jön vissza. Szóval itt a Földön még lenne egy csomó kérdésünk Istenhez, valószínű a mennyben már nem lesz, de itt még azért lenne, hogy ez miért? 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 Mi ennek a lényege? De nem gondolom, hogy Dánielnek ezt hátrányt jelentett, Dániel. Ugye Dánielről nem akarok beszélni, hosszan beszéltünk, egy egész sorozatot szántam neki, királyi család sarja, 605-ben kerül fogságra, Káldeos iskolába jár, 602-ben van egy fordulat, megfejti Nabukodonozor álmait, aztán utána ő az, aki tulajdonképpen négy nagy proféciában megkapja a világ történelmet, ugye a Dániel 2, egy kicsit hadd idézem vissza, Dániel 7, Dániel 8-9 és a Dániel 10-12, mindegyik egy olyan világméretű profécia, ami ugye csak megdöbbenve figyeljük, de 605-ben Júda Babilon mellé kerül, és Babilonnak fizet adót. Ugye mi történik? Júda belső szakadáson is keresztül megy, mindig érdemes figyelni, hogy a vég akkor jön el, amikor nem csak a külső támadás önmagában nem tud tönkretenni egy országot, kell hozzá belső szakadás. Milyen belső szakadás lesz? Júda egyik része Egyiptomhoz húz, Júda másik része pedig Babilonhoz húz. Ez így szokott lenni, ez így szokott lenni mindig, és mi történik itt? Jeruzsálem, Jeremiás ekkor már profétál, és mit mond, mi itt lehet megérteni Jeremiás proféciáit, ő nem Babilon mellett kampányolt, nem Észak mellett kampányolt, Jeremiás nem volt lüke, csak azt mondta, hogy az isteni akarat, hogy ti Babilonba mentek, mert a Júda egy része nem akarta elhinni, hogy Babilon elviszi őket fogságba, hanem ők mire gondoltak, hogy Egyiptomba majd meg tudnak menekülni, azt nem gondolta, hogy Egyiptomot le fogja győzni Babilon. És mi történt? Az történt, hogy megosztott lett az ország, és ekkor kezdi el Jeremiás jövendölni a 70 évet, Jeremiás 25. rész 11. versében mondja, hogy ez még konkrétan megmondja, hogy mekkora lesz a fogságnak az időpontja. Jeremiás a Joákim nevű király alatt szolgál főleg, rengetegszer vitába keveredik ezzel a királlyal. Jeremiás 26. részében olvashattok például egy ilyen vitát. Megjelenik ebben egy Uriás nevezetű próféta is, ezt a Jeremiás 26-29-ben, 26. fejezet, 20. 23. versében tudjátok elolvasni. Ugye az Uriás mit csinál? Mind a kettő a Babilon mellett profétál, az Uriást kivégzi a király, Jeremiás megmenekül. Én csak szeretném mondani, hogy pontosan ezért lesz fontos az Isten pecsétje az életünkön, mert a védelmet ezekben a nehéz időszakokban mindig csak az Isten jelenti a védelmet. Nem lehet majd máshová menekülni, nem lehet máshová futni. Nézzétek meg, a Noé idejéhez hasonlítja a végidőket. El tudjátok képzelni, amikor becsukodott a kapu és elkezdett esni, vagy az ajtó és elkezdett esni az eső, hogy hányan dörömböltek azon az ajtón, vagy a 10 szűz példázatát hagy említsem, ott is egy öten egy becsukott ajtón kívül maradnak, hogy milyen bekiabálás megy, hogy mi miért nem, hadd menjünk be, stb. Tehát ugye ez a megrendítő benne, és én azért vagyok csak néha ezzel a hiperkegyelemmel, ami ma egy totál hamis evangélium, ami terjed, mert ezekkel az emberekkel el fogják hitettetni azt, hogy soha nem lesz vége a kegyelem időszakának. De vége lesz a kegyelem időszakának, ezt maga Isten mondja, és a kegyelem időszakának a végével Isten kit fog megtartani? Az övéit, az elpecsételteket. Tehát ez kit tartott meg Egyiptom földjén? Az övéit tartotta meg. Ez ma kemény beszéd, de ugye ezt mutatják a tanulságok. Úgyhogy Jeremiás nagyon magas rangú papi családból származik, apja az a Hilkiás, aki ugye Jósiás idején élt, és főpap, nem tudjuk biztosan, de Jósiás idején a főpapot ugyanilyen névvel hívták, tehát Hilkiás, mint a Jeremiás apját, tehát nem kizárt, mivel Jeremiásról annyit tudunk, hogy papi családból származik, nem kizárt, hogy a főpap volt, főpap volt az apja, akkor viszont egy jó második generáció sikeredett ezzel a Jeremiással, de ez nem levezethető a Bibliából, csak a névazonosság és a korazonosság, de hát rengeteg Hilkiás lehetett. Úgyhogy Jeremiás
Nehemiás mi történik? 604-ben ugye Júda népe közösen böjtöl a templomban. Babilon akkor már a filiszteusoknál, ott a térképen látjátok, hogy hol vannak a filiszteusok, tehát már körbezárja egész Júdát, betört már Júdába, és kezdi körbezárni. Ugye mi volt a cél, hogy körbezárja Júdát, és a legvégén pedig ostromolni fogja Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor már nem léphetett be a templomba, és ha olvastátok Jeremiás könyvét, van egy ilyen srác, hogy Baruk, és a Baruk tormácsolja Jeremiásnak az üzenetét. Mi a Jeremiásnak az üzenete? Az Jeremiásnak az üzenete, hogy babiloni fogság lesz, emberek, térjetek az eszetekre, ne Egyiptom mellett voksoljatok, mert Egyiptom nem lesz szereplője ezeknek a történeteknek. Aztán mi történik? A király úgy gondolja, hogy mégis Egyiptom lesz a hatalmon, és nem fizeti be Babilonnak az adót. Erről a Kettő királyok 24. részében olvashattok, és ekkor tulajdonképpen mi történik? Megtörténik, megindul a babiloni invázió, bevonulnak teljesen az országban, ugye itt már időszámításunk előtt 597-et írunk. Ezt a királyt, aki van, ugye a Jojákimot, ez az ostrom alatt meghal az ostrom alatt, és mi történik? Az ő fia a egy betű választja el, a Jojákin kerül a hatalomra. Ugye amíg Jojákimot az egyiptomiak, addig Jojákinot a babiloniak rakják már, tehát már Babilon átveszi a hatalmat, babiloniak rakják a tulajdonképpen a hatalomra, és az történik, hogy itt már megindul Jeruzsálemnek is az ostroma, és miért jelentős ez az 597-es esztendő, mert elesik Jeruzsálem. Itt még nincs lerombolás, az majd később lesz, de ugye körbefogják, és ostromolják Jeruzsálemet. Jeruzsálem ostromáról a Kettő királyok könyvének a 24. részében lehet olvasni. Ugye mi történik ilyenkor? Bevonul Jeruzsálembe, mi történik? A király újra leteszi a hűségesküt a babiloni birodalomnak, hát ha így megmenekül, de már nem menekül meg. Kettő királyok 24. rész 12. verse, babiloniak már nem hiszik ezt a csiki-csukit, és a királyt, a házanépét és egy rengeteg embert elhurcolnak Babilonba. Ez a második hulláma a fogságnak, az 598-597, itt elhurcolnak egy csomó foglyot Babilonba, tehát itt a királyt is elviszik Babilonba, és ugye 597-ben pedig Jeruzsálem elesik, hosszú időn keresztül tartják fogva, és Jeruzsálem elveszti az önállóságát. Miért tragédia ez? Hát azért, mert sok-sok száz esztendő után, ugye Asszíria nem foglalta el Jeruzsálemet, csak eljött a határig, de sok-sok évszázad után elesik Jeruzsálem. Ugye Jeruzsálem miért lényeges? Miért volt különleges Jeruzsálem? Mert ott volt a templom. Ott volt a templom. És ugye itt elindul egy visszaszámlálás, itt elkezd profétálni, itt Jeruzsálem, itt már Jeremiás nem csak Júda és a babiloni fogságról beszél, és Júda elestéről, hanem itt elkezd profétálni Jeruzsálem és a templom elestéről. Na ez, ami teljesen kiveri a biztosítékot, azt mondják az akkor élő zsidók, és Joákinnal az élen, hogy Jeremiás egy hamis proféta, nem eshet el a templom, az Isten nem engedi meg, hogy a templom elvesszen. Nem engedi meg. Ez egyszerűen lehetetlen. Ugye itt már elesik Jeruzsálem, tehát teljes mértékben elesik Jeruzsálem, és ugye egy dolgot még hadd mondjak el, visszautalva a Dánielékre, ugye a babilonivá tenni, itt figyeljetek meg, hogy két nagy gondolatkör volt, hogy mit jelent az, hogy babilonivá lenni, és a végidők Babilonját majd így könnyebb megérteni. Az egyik az, hogy a tömeg azt hiszi, hogy szabad, de közben fogoly. Tehát ugye épp most volt egy beszélgetésem egy furcsa emberrel, és mindegy, mondtam neki, hogy te most fogoly vagy. Ő úgy érzi, hogy szabad. Minden lehetősége megvan az élethez. Tudjátok, például ha megnézitek egész Európát, egész Európának óriási anyagi lehetőségei vannak, stb., de a szellemi szempontból megnézitek, akkor Európa fogoly. Bocsássatok meg, lehet, hogy nagyobb fogoly, mint egy iraki, egy iráni, és még soroltam tovább. Kereszténység szempontjából mindenképpen fogoly. Tehát mindenképpen fogoly. Ha ma ide állna mellénk egy kínai keresztény, vagy egy iraki keresztény, vagy egy elnyomott országban élő keresztény, testvéreim, elszégyelnénk magunkat.
pedig törekszünk mi is teljes szívünkből, de elszégyelnénk magunkat. Miért? Mert mi közel nem vagyunk a szabadságnak azon a szintjén, hogy amit mi képzelünk és amit mi gondolunk. A jólét az még nem szabadság. Pontosan ez a csapdája az egésznek. És ezért ugye a babilonnévá tenni, először is foglyok lesznek az emberek, nézzétek meg, a félelmen keresztül egyszerűen az embereket befolyásolják. Figyeljetek, ilyet 30 évvel ezelőtt kimondani mondjuk egy Ausztráliába, hogy kötelező mondjuk legyen az oltás, kötelező. Tehát ilyet nem mertek kimondani nyugati társadalmak. Most én nem vitatom, hogy ez jó vagy nem jó, ezt majd a szakemberek eldöntik. De maga a fogalom, hogy valamit egy egész embertömeg számára kötelezővé tenni, ez eltért az európai gondolkodásmódtól, és a Babilonnak pont ez volt, hogy fogolyként fogoly lett az egész tömeg. Ugye miért képezték ki a Dánieleket, vagy mi volt a cél, csak ugye a Dánielékkel nem jött össze, mi volt a cél, hogy a sajátjukat küldik vissza. Hadd mondjak erre egy példát. Most néztem épp egyik éjszaka egy holokausztal kapcsolatos filmet, és hát olyan megdöbbent, hogy a legkegyetlenebbek a barakokban, a táborokban a zsidók voltak, akik ugye felvigyázónak jelölték ki őket a németek, és mi történt velük? Hát annyi, hogy egy évvel tovább éltek. Vagy egy kicsit nagyobb fejadagot kaptak. És figyeljetek, olyan kegyetlenül bántak a sajátjaikkal, hogy megdöbbentő. Bármelyik holokauszt filmet megnézitek, ahol a rendező ebben képben volt, ott lehet látni, ezek a felvigyázók voltak, meg volt a maguk neve is, hogy egy speciális nevet is kaptak ezek az emberek. Úgyhogy itt is ugye mi volt, hogy majd átformálják Dánieléknek a gondolkodásmódját, visszaküldik, az emberek boldogok lesznek, hogy a sajátjaik uralkodnak, képzeljétek el, ennyi politikai önállótlanság után a sajátjaink uralkodnak, és kiderül, hogy ők egészen más eszmeiséget és szellemiséget képviselnek. Tehát először is fogolyként, és még egy másik, ugye Dánieléket hová illatják be először, Káldeus iskolába, az mit jelent? A gondolkodásnak a totális átformálása. Most ha megnézitek, akkor az emberiség azt hiszi, hogy szabad, és közben a legnagyobb fogoly, és közben észrevétlenül ő azt hiszi, hogy szabad, ugye miből derül ki, hogy fogoly, hogy a gondolkodásmódját totálisan átformálják. Hát testvéreim, ma már olyan dolgok, amik egyszerű józan paraszti észre eldönthetőek. Például ki a nő, ki a férfi. Szóval ezek és nem, ez nem irányultság kérdése, csak egyszerűen, hát benn voltunk egy áruházba, ez itt történt. Hárman voltunk vásárolni, és én, Isten látja a lelkemet, én úgy állok hozzá a homoszexualitáshoz, hogy a világ azt csinál, amit akar. Tehát rossznak tartom azt, hogy a keresztények ekkora ügyet csinálnak belőle, egy világi ember azt csinál, amit akar. Ahogy elmondtam, hibának azt tartom, amikor az igét akarják ezekhez igazítani, hogy akkor tolerált. Ne, az ige az ige maradjon. A világ meg azt csinál, amit akar, és kész. És nekem hívőként ugyanolyan hozzáállásoknak kell legyen számomra egy ugyanolyan bűnös, mint a hazug, a tolvaj, a csalód, semmi különbség nincs közte. De amikor hozzá akarjuk igazítani, és nagyon, ha megnézitek, főleg nyugat-európai, amerikai gyülekezetekben, melyik bűnhöz igazították hozzá legelőször az igét, hát figyeljetek, a homoszexualitáshoz igazították hozzá először. Tehát ez ma nem kérdés. Ez ma egyáltalán nem kérdés. És én nem azt mondom, hogy ki kell dobni a gyülekezetből, nem kell kidobni, de az igét nem igazíthatom hozzá. Nem mondhatom azt, hogy Isten nem férfinek és nem nőnek teremtette az embert. Tehát ezt nem mondhatom azt, hát ezt Isten maga mondta. Ettől függetlenül szabad akaratot adott, tehát élhet a férfi a férfi és a nő a nővel, csak nem mondja magát akkor hívőnek, tehát ez a baj. És a hívők pedig nem mondják azt, hogy igen, te hívő vagy. Akkor mondjuk azt, hogy nem hívő, hanem világi ember, és meghagyjuk a szabadságát. Tehát azzal se értek el, hogy az egyház majd próbálja ezt megváltoztatni, hát semmi esélye nincs rá. Semmi esélye nincs rá. Elnyomással sem tudja, törvényi erővel sem lehet, ezért rossz ugye, amikor törvényi erővel akarják ezt kereszténynek mondott hatalmak megváltoztatni, nem lehet megváltoztatni törvényi erővel. Nézzétek meg, mióta törvényi erővel akarják megváltoztatni, sokkal jobban, sokkal erősebben és sokkal jobban terjed. Gyereknevelés, amit állandóan tiltasz, biztos, hogy azt akarja a gyerek, ez nem is kérdés. Ez nem is kérdés. Egyszer hozzám odajött egy felnőtt ember, és azt mondja, hogy itt egy cigi, 7 vagy 8 éves lettem. Szóval itt egy cigi, gyújtsál rá. Anyám mindjárt ráförmett. Anyámnak egy kollégája, hülye vagy teljesen. Hát 8 éves a fiam. 8 éves a fiam. Azt mondja, hát gondolod, hogy adtam volna neki? Azt mondja, csak kíváncsi voltam. Azt mondja, nem, hát tudom én, csak azt mondja, hogy teljesen mindegy. Azt mondja, most te azt mondod neki, azt mondja, én legalább látja, hogy itt van, szívd el, szívjel. Azt mondja, most mit csinál, elszív felett? Egy életre megundorodik tőle. Ti meg majd tiltani fogjátok neki. Hát ugye én ebből nem sokat értettem 8 évesen, de gyanítom, hogy a tartós tiltás
nem vezet eredményre, a meggyőzés, a kommunikáció talán, meg a várakozás sokszor. Na, annyi történik, hogy elviszik a templom kincseit, és közben már formálják át, tehát ez csak feljön a figyelmeteket, hogy babilonivá lenni, az azt jelenti, tehát először, és hogy a tömeg azt hiszi, hogy szabad, de közben fogoly, és még egy, hogy átnevelik a gondolkodás módját, tehát ezért hívtam fel a figyelmeteket, hogy nem a járvány lesz a fennevad bélyege, hanem az a megfélemlítő erő fogja az emberek gondolkodását megváltoztatni. A félelem mindig megváltoztatja az embereknek a gondolkodás módját. És még egy harmadik dolog fontos ilyenkor, hogy vegyülékes lesz a nép. Mit jelent a vegyülék? Ha megnézitek, ezek a birodalmak előszeretettel csinálták azt a diktatúrák, hogy például ugye Erdély, amikor elszakad Magyarország, aradiakat elviszik Bukarestbe, bukarestieket hozzák Aradra. Miért van ez? Azért, hogy vegyülékes legyen a nép. Mit jelent a vegyülékes? Hát az összekevert népnek nehezebb összeegyeztetni a gondolkodását. Azonos gondolkodásúak, értitek, minket nehéz lenne bekavarni, azonos gondolkodásúak vagyunk, de nem azonos gondolkodásúakat könnyebb átvenni. Ugye csak ezért hívom fel a figyelmeteket. Csak zárójelbe, és tényleg megint nem bántva senkinek az érzületét. De nem feltétlen fontos azt gondolni, hogy a globalizáció és a migráció az csak valami ördögi folyamat lehet. Ez Istennek a hozzájárulását kellett adja. Miért? Hát mert a végidők eseményeihez létre kell jöjjön egy ilyen összekevert társadalomnak. Miért? Hát, hogy a gondolkodásban ne tudjunk megegyezni. Én teljesen egyetértek vele, hogy egy arabbal az én gondolkodásom már a feleségem ügyében sem fog megegyezni, és sok mindenben nem fog, és bocsássatok, ezt teljesen jól mondják, soha nem fog megegyezni. De maga, hogy létrejöjjön ez a nagy massza, ahhoz ez hozzátartozik. Tehát Isten nem véletlenül engedi meg. Nézzétek meg a nagy szétdobálás, amúgy Istenre volt jellemző, az első nagy szétdobálás, Bábel. Az emberek pontosan nem ezt akarták, hanem pontosan az ellenkezőjét akarták, hogy együtt maradjanak. Az embernek biztonságot nyújt a tömeg, de én nekem meggyőződésem, hogy ezt a szabad mozgást, ezt Isten teszi lehetővé, pontosan azért, hogy haladunk a végidők eseményei felé. Ezért szoktam mondani, hogy olyan dolgokért nem kell imádkozni, amik meg fognak történni, olyan dolgok ellen. Tehát az, hogy nem újjon el ez a föld. Hát oké, csak akkor szembe megyek egy igen igével. Olyan, hogy hát most mit mondjak még, hogy ne halljanak meg, ne pusztuljon el az embernek jó része. Le van írva, tehát ezekért nem kell. Ugye időt húzni tudunk vele, de hát az idő sem a mi kezünkben van, ezt látjuk, mert mindennek rendelt ideje van. Aztán itt van egy fontos dolog, itt az 597-598, amikor Jeruzsálem elesik, itt belép a harmadik nagy ágyú. Ezékiel, aki ekkor már ugye itt az Ezékiel első részének az első-második verse leírja, Ezékiel maga mondja el, hogy hol van ő, a Kébár folyó partján, ott majd a térképen megtaláljátok, egy fogolytáborban van. Tehát Ezékiel itt már migránsként funkcionál, és ugye 5 évet van ebbe a fogolytáborba, ezt az igéből le lehet vezetni, és mi történik? 5 év után megkapja az első látomásait. Nem kicsi látomásokat kap. Ugye Ezékielben mi a különleges, majd én külön meg fogom nézni, úgyhogy most csak szükszavú vagyok, külön meg fogom nézni az északi profétákat majd, a legvégén, vagy a délieket, ugyanúgy, ahogy az északiakat megnéztem. Szintén Ezékiel előkelő papi családból származik, Ezékiel 1-3, arisztokrata származása. Figyeljetek, az első hullámban elviszik a királyi sarjakat, a második hullámban elviszik az arisztokrata származásúakat. Úgyhogy ha itt hurcolás lesz mindenfelé, akkor csak jelzem, hogy nem te a melós vagy a legnagyobb veszélynek kitéve, úgyhogy mindig a melós a nagy túlélő. Tehát elviszik az arisztokratákat, Ezékiel egy zsidó fogolytáborban landol, ez Babilon központjától 80 kilométerre, tehát Babilon alatt keresétek ezt a Kébár folyót, és 80 kilométerre van ez a fogolytábor, még az Abib városát meg is mutatja az ige, mondja, hogy Abib nevű településnél a Kébár folyó partján van. Ugye háza, annyit tudunk még Ezékielről, Ezékiel 24. részben, annyit tudunk, hogy házas Ezékiel, és annyit tudunk, hogy nincs gyermeke.
És annyit tudunk, hogy feleségét elveszti, a fogság 9. évében meghal a felesége, tehát egyedül marad. Egyedül marad az Ezékiel, ugye gyermeke nem volt. Ugye Ezékielben majd bele fogok menni egy kicsit részletesen, mert lehet, hogy egy egész alkalmat szánnék az Ezékielre. Ezékiel azért érdekes, mert Ezékiel azt a látomást kapja, hogy ha a zsidók megtérnek Babilonban, akkor az, amit Ezékiel lát, templomot és egy csomó mindent, amit Ezékiel lát, az valósul meg majd Jeruzsálemben. De mi a baj ezzel, és miért merem én ezt határozottan állítani 2021-ben, hogy mi ezzel a baj? Az, hogy Izrael vagy Júda visszajött ugyan egy töredéke a babiloni fogságba, de miért mondom, hogy nem tért meg? Erre két nyomós okom van. Az egyik, hogy elutasítják és benézik a messiást. Nem kevesebb történik a babiloni fogság után 500 évvel, hogy megjelenik a messiás, amire 2000 éve várnak. Ezt határozott elutasítják, ezért ugye vitatkoznak ezen, hogy nincs ilyen, hogy az egyház vette át a zsidók szerepét, hát dehogy nincsen, maga Péter mondja, hogy elvétetik tőletek, és egy olyan népnek adatik, aki megtermi a gyümölcsét. Hát ez nagy, és azt tudjuk azért a Bibliából, hogy ez a nép nem a filiszteusok lett, nem egy újabb népet emelt föl, hanem ki ez a nép? Hát ez már az Istennek a népe. Ezért kérlek benneteket, hogy ma különösen tegyetek különbséget az Isten népe, meg az egyház között. Tudom, hogy ez kemény, de nem ugyanaz a kettő. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem ugyanaz a kettő. Ekkor sem ugyanaz volt a kettő, hanem teljesen külön vált egymástól. Tehát tulajdonképpen ott marad egy szál maga ez az Ezékiel, meghal a szeretett felesége, fogolytáborban éli az életét, és Ezékiel a fogság 5. évében kapja meg az első látomásokat, és még egyszer mondom, ha így olvassátok Ezékielnek a könyvét, még egyre feljön, hogy a Bibliát vagytok itt, akik rendszeresen Bibliát olvastok, az Ezékiel és a Jeremiás könyvére, majd ha lesz időm, fogok készíteni egy ilyet, ugyanaz jellemző, mint az Ó és az Új Szövetségre, hogy nem időrendben van. Tehát ahogy olvasod az Ezékiel könyvén belül, nem időrendi a fejezetek változása, ugyanez a Jeremiás könyvével is a baj, és ugyanez az Ézsaiással is a baj. Tehát ott sokszor az okoz kavart, hogy azon belül is időrendbe kell rakni. A Biblia szerkesztők, akik emberek voltak, akik ezt szereztették, ugye Isten megmutatta, hogy mi kerüljön bele a Bibliába. Majd a teremtés történetnél a Biblia keletkezését meg fogjuk nézni. De egy valamit az emberekre bízott, hogy ezt hogyan szerkesztik. Hogy ezért az emberek pedig nem időrendben szerkesztették össze, hanem éppen ahogy abban az adott korszakban. És az Ezékiel könyvén belül is, egészen a Jeremiásra és az Ezékielre ez egyértelműen jellemző. Itt például hadd mondjak egy nagyon határozott példát, például az egyik királynál, akiről Jeremiás ír, a Jojákim királynál, akit ugye másodjára felolvastam. Itt a Jojákim így szerepel a Jeremiás könyvébe, először megjelenik a 17. fejezetben, aztán a 7. és a 11. fejezetben is megjelenik, de először a 17-ben, aztán a 26-ban, aztán a 35-ben, aztán a 25-ben, aztán a 18 és a 20-ban, tehát nem szakaszonként megy, hanem össze-vissza van benne. Ez. Szóval Isten ebbe is bölcs volt, azt mondja, engem az érdekel, hogy belekerüljön. Azt meg majd, akik tényleg keresnek engem, kikutatják, hogy milyen. Tehát kell-e fenék a Bibliához? Hát kell. Kell hozzá. Miért? Hát mert ezekre rá kell jönni. Jó? Úgyhogy ennyi történik, hogy megjelenik ez az Ezékiel, és ezért Ezékiel összes proféciája. Figyeljetek, az a templom, amit Ezékiel látott, ugye két méret van leírva, az egyik a Szent Sátornak van pontosan meghatározva a mérete, a második pedig az Ezékiel könyvében szereplő templomnak. Amit én is nemes egyszerűséggel évekkel ezelőtt még negyedik templomként azonosítottam, de ennek a templomnak a babiloni fogság után már meg kellett volna, hogy épüljön. Mondjuk azt, hogy még a babiloni fogság után vagyunk, tehát még megépülhet akár, tehát nincs ezzel semmi gond, de viszont nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, hogy az a templom, amiben beül az Antikrisztus, az a templom, ez a templom lesz-e, vagy az a templom, az emberek lesznek-e. Mert ne felejtsétek el, hogy az Új Szövetségben van egy változás, hogy templomnak hívja a te meg az én testemet.
És amikor azt mondom, hogy ugye azt mondom, hogy az antikriszt, a sátán mit csinál? A homlokukra és a kezükre, tehát megváltoztatja a gondolkodásmódot és a cselekedeteket. Tehát akkor nem kizárt az, hogy ez a templom nem egy fizikai templom lesz, de nyitott könyv az egész, tehát én nem akarom senkinek mesélteni az érzületét, mert, de én csak javaslom, hogy senki ne a harmadik templomot várja, hanem Jézus Krisztust várja. Ez azért ebben mindenképpen megegyezhetünk, a többi részletkérdés, de ebben, ha megegyezünk, akkor nem fogunk rajta összeveszni. Ha mindenki Jézus Krisztust várja, akkor vagy van harmadik templom, vagy nincs vele gond. De csak felhívom a figyelmet, hogy azért itt van egy olyan is, hogy azt mondja, hogy nem lakik kőben fában, azt mondja, hogy ki is jelenti az ige, ti vagytok a Szentléleknek a templomai. Ti vagytok azok. Ezért én azt is gyanítom, hogy lehet ez úgy is, hogy az Antikrisztus ugye beül a templomba, azaz mit csinál? Rátelepszik az embereknek a gondolkodásmódjára, és rátelepszik a cselekedetére. Tehát ezt nevessük el, ezt a kérdést, de mivel én sem tudom azt mondani, hogy így van, és azok se tudják biztosan mondani, akik azt mondják, hogy lesz X harmadik, negyedik templom, mivel ez egy nyitott könyv, ez előttünk van, ezért egyet tudunk tenni, egyet biztosan tudunk tenni, hogy megegyezzünk abban, hogy jövel Uram, jövel Jézus. És ez biztos, hogy így lesz. Ez igaz. A többi meg majd alakul. Ráadásul mindig mi keresztények hajlamosak vagyunk, hogy nem üdvösségi kérdéseken vitatkozunk. Mert az különben, hogy lesz a harmadik templom, vagy nem, nem üdvösségi kérdés. Az pedig, hogy várom-e az Urat vissza, na az már viszont azért, ne legyek törvénykező, surolja a határát, akkor inkább így fogalmazni. Úgyhogy Ezékielt majd egy egész alkalmat fogok rászánni, de Ezékielnél, ha helyreállt volna, ugye mi mutatja, hogy a babiloni fogság után nem állt helyre Izrael? Hát ezt időszámításunk szerint 70 mutatja, amikor másodszor is lerombolják Jeruzsálemet, és lerombolják a templomot, és itt még egy tragédia történik, hogy itt pedig totál szétszóratik a nép 2000 évre. 2000 évre. Ugye most azt mondjuk, hogy helyreállt már ez a dolog, nem állt helyre. Jeruzsálemet Izrael fővárosaként néhány ország fogadja el. A nagykövetsége 90%-a Tel Avivban van, abszolút. Szellemi oldalról meg egyáltalán nem állt helyre, hisz hát ugye nincs meg a lelke, nincs meg a lelke a templom. A másik, ami engem ebben foglalkoztat, hogy olyan egyre, ahogy így haladok az Úrban, vagy az Úrral előre, vagy megyek utána, akkor inkább így mondom, egyre jobban foglalkoztat az, hogy lehetséges lenne az, hogy amikor Krisztus meghalt, zsidóért, magyarért, mindenkiért, hogy újra úgy lehetne megtalálni majd Istent, hogy állatokat áldozok, hogy újra visszaállna ez az áldozati rendszer. Szóval ez egy nagyon, mostanában nagyon elgondolkodtat. Nagyon elgondolkodtat. Nem beszélve arról, hogy látom ezeket az állat, ma már egy kutyának nagyobb becsülete van, mint egy embernek, látva ezeket az állatok irányába eltűzött, teljesen elhibázott lépéseket, hát nehezen tudom elképzelni, hogy a világ ilyen karba tett kéz, amikor az emberek már azért nem esnek. Ma egy fiatal, 20 éves lány azért nem, tehát nem. Figyeljetek, voltam egyszer egy emberrel egy boltban, és egy piacon, és mondtam neki, hogy itt a csirke. És mondta, hogy ez nem ez a csirke. De mondom, de ez a csirke. Mert ugye azt hitte, hogy az a csirke, ami haptált szán, fej nélkül megkopasz van. Tehát nem is, ma ha egy fiatal lányt megkérdeztek, nem merni elvágni a csirkének a nyakát. Ebben én biztos vagyok. Hát a bárányra a disznóról, mert már nem ismerek szólni. Tehát ma azt mondják, hogy egy disznót vág, az gyilkos. Tehát ilyen szavak vannak. Hát akkor itt azért egy pálon felelni fogunk ezért, de hát jó lelkiismerettel felünk, mert Isten azt mondja, hogy minden, de ebben meg megint nem megyek bele, mert ha ezt kimondom, hogy minden teremtett állat a jó, akkor nekem rohannak a keresztény vegánok. Tehát ez egy veszélyes játék ma már. Úgyhogy ezért ugye a szolgálata nem volt népszerű, Ezékiel 2:6-ból tudjuk, hogy nem volt népszerű a szolgálata, és ezért ugye elkerülhetetlené vált, és én azt gondolom, a mostani tudásom szerint, vagy a megértésem szerint azt látom, hogy ezek a proféciák beteljesedtek volna, ha Izrael tényleg megtér Babilonba, de ezek a proféciák, és ezért olyan érthetetlen, mert ezek, amit Ezékiel profiált, tehát ezek szellemi értelemben fognak beteljesedni, és valóban be fognak teljesedni az Isten népén, de ki az Isten népe, ezt maga Jézus is kimondta, kik az énjeim, akik hallgatják, és cselekszik az én akaratomat. Tudjátok, itt említettem ezt a részt, ez azért megrázó volt Jézustól, aki ismeri a törvényt, tiszteld apádat és anyja, mindent ismer, és amikor bejön az anyja, meg bejönnek a testvérek, azt mondja, hogy ki az én anyám, és ki az én testvérem. Szóval most csak játszatok el a gondolattal, bejön édesanyjátok, édesapátok, és szólnak a többiek, hogy itt van apukád, anyukád, és te azt mondod, hogy nem rohansz oda köszönteni őt, hanem azt mondod, hogy ki az én apám, és ki az én anyám. Az csak az, aki cselekszi az Isten akaratát. Hát egy apa, egy anya. Nem olvasunk Máriáról, hogy mit gondolt Mária.
Nem tudjuk. Mondjuk Mária szerintem az angyali látogatással mindenre fel volt készítve, mindenre is fel volt készítve, én úgy gondolom. Úgyhogy Ezékiel azt profétálja, hogy a babiloni fogság azért hosszú lesz, és még egy dolgot profétál Ezékiel, itt jelenik meg először, hogy csak egy maradék fog visszajönni. Ugye mi meglepődünk, hogy miért csak a 10% jött vissza, ezt Ezékiel megprofétálja, hogy egy maradék. Isten bölcs, megint nem mondott számot, ha megfigyelitek. Maradék, nem mondott számot. Nem mondott számot, azt mondja, hogy tartózhatsz a maradékba. Úgy szeretem azokat a történeteket, amiknek nincs vége. Úgy fejeződik, hogy nincs vége. Miért? Hát te döntöd el, hogy mi lesz a vége. Dönthetsz benne, hogy mi lesz a vége. Gyorsan legutolsó Sedékiás, tehát első hullám 605, második hullám arisztokraták 598, és a harmadik hullám megy majd el 586-ba. Ez a Sedékiás király idején, ez az utolsó királyunk délen, több királyunk már délen nem lesz, mert utána már tulajdonképpen nincs több király. Sedékiás idején mi történik? Sedékiás idején az történik, hogy 586-ban Sedékiás megint elkezd arcoskodni Babilonnal, és Babilon beránk, és mit csinál? Bejön, és fúra rombolja Jeruzsálemet, és fúra rombolja a templomot. Most nagyon leegyszerűsítettem ezt a részét. A Sedékiással kapcsolatos igéket 2 Királyok 24. 25. részében, 2 Krónika 36. részében, Jeremiás könyvének 24. fejezet, 29. fejezet, 46. fejezet, 51. fejezet, 27, 28, itt sincs időrendben, tehát nézzétek végig, rengeteg helyen meg lehet találni Sedékiást. Fontos tudni, ezt már mondtam, hogy a Jeremiás, Sedékiás, csak ideírtam, vagy Ezékiel nincs sorrendbe rakva. Sedékiás különben Jósiás királynak a késői gyermeke. Tehát itt, ha megnézitek az uralkodók, ez az utolsó 3 uralkodó, ez mindegyik Jósiástól van. Tehát Jósiás királynak a legidősebb gyermeke. Ugye elindul az ítélet, és ugye miért nem hiszik el, mi a baj a Sedékiásnak is? Nem hiszi el, hogy a templomot Isten hagyja lerombolni. Itt szeretném kiemelni, ugye a Babilonnál kiemeltem, hogy mi a babiloninak lenni az első tanulságot, itt szeretnék kiemelni még egy tanulságot, hogy amikor Isten elrendeli az ítéletet és eldönti az ítéletet, amikor szabadjára engedi az ítéletet, akkor van egy rossz hírem, nem avatkozik bele. Mondok erre egy közeli példát, jó? Holokauszt. A zsidók el nem tudták képzelni, hogy nem avatkozik bele Isten. És nézzétek meg, nem avatkozott bele Isten. Tehát ez csak felhívom a figyelmet, hogy amikor Isten szól, figyelmeztet, hát itt végig szól, tehát végig, szinte minden profétán bedobja a legnagyobb ágyú, a világ történelem legnagyobb profétái, tényleg számtalanszor szólt. Aztán Jézus ezt megint, mikor a pokolból felszól a gazdag ember, hogy nem lehetne, hogy valakit küldeni a rokonainkhoz, mert itt borzalmas rossz itt az ellátás, a koszt, a körülmények, tehát ez ne ide jöjjenek, és akkor Jézus mit mond, azt mondja, hogy ha akiket küldtem a profétákra nem hallgattak, akkor arra se hallgatnának, aki a pokolból vagy a innen megy vissza. Ezt miért mondom el? Azért, mert az a tanulság, testvéreim, hogyha lezárul a kegyelem ideje, akkor a 7 csapásba Isten már nem fog beleavatkozni. Nem fog beleavatkozni. Ez egy megrázó dolog. A 10 csapás közben nem lehetett megállítani a folyamatot. Nem az volt, hogy megállt. Figyeljetek, Dániel ezért volt bölcs. Elkövette egy hibát, Isten elrendeli az ítéletet. Mit mond Dániel? Ezért volt Isten szíve szerint való 3 lehetőséget kap, hogy mit választhat. Azt mondja Dániel, hogy mind a 3 rossz, de én inkább az Isten kezébe szeretnék esni, mert hátha, mert egyedül ő neki van hatalma, hogy megállítsa az ítéletet. Most Dániel, vagy Dávid esetében meg is állította, de akkor is hát hány 10 000 ember meghalt, amikor ugye az angyal visszarakta a kardját. Itt csak arra hívom fel a figyelmeteket, ez nehéz, és ezért veszélyes a hiperkegyelem, mert mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az emberek majd, hívők nem fogják tudni elképzelni, hogy ez a kegyelmi időszak véget ér, hanem azt hiszik, hogy mindig ez lesz. Nem, pontosan nem ez lesz. És ezért ugye a kegyelmi időszak vége mivel fog lezárulni? Az elpecsételéssel. Az elpecsételéssel. Azt mondja, hogy az Isten külön választja az övéit. És utána van még egy rossz hírem, hogy a kettő között már nem lesz átjárás. A trombita szó lesz az utolsó, amikor még van átjárás. Természetesen ezt én mondom, de az Isten könyörül, akin könyörül, szóval ezt mindig hagyjuk már meg neki, mert azt csinál, amit akar. De ebből az a tanulság, hogy az Isten az ítéletekbe nem avatkozik bele, hanem hagyja az eseményeket folyni. Testvéreim, ez így van ma is. Nem avatkozik bele. Hagyja az eseményeket folyni.
Ezért ez megrázó. Megrázó, hát a holokausznál egy csomó ártatlan ember volt. Aki nem volt istentelen, nem volt semmi, és tudjátok, az ítéletnek az a jellemzője, hogy aki nincs elválasztva, és belekerül, beresodródik. Ezért nagyon érdekes, hogy a pecsétet, csak azt mondja Isten, hogy az Isten pecsétet helyez a homlokukra. Nem helyez a kezükre. A sátánnál már mi van a bélyeggel? A homlokra és a kézre. Miért? Mert van, aki azonosul ezzel, van, aki pedig belesodródik. A tömeg belesodrolja. Tehát amúgy tök mindegy, ha én, bocsánat, de figyeljetek, hogy nem csak a gyilkost ítélik el, hanem mondjuk, ha én bűnsegéd vagyok, és én vittem oda kocsival, engem is elítélnek. Pedig én nem öltem, de bűnsegéd vagyok. Tehát nem tehetem meg. Úgyhogy ezért erre felhívom a figyelmeteket, hogy hagyják az eseményeket, ilyenkor már hagyja folyni az Isten. És még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy az ítélet alatt, aki nincs elválasztva, ott már nincs védelem. Tehát az ítéletnek az a tulajdonsága, hogy nincs védelem. 7 csapásnál már nem volt védelem. Tehát ott már a trombitaszónál majd azt olvassuk, hogy a földharmad része, viszont a 7 csapás úgy kezdődik, hogy minden hal. Tehát ott már egy egészen más lépték lesz. Úgyhogy nem véletlenül azt mondja, hogy ma, amikor hallod, ne holnap után. Szokták nekem mondani, hogy ma nem, de holnap megtérek. Mondom, nem. Nem, mondom, te ha ma nem térsz meg, akkor holnap se fogsz. Miért? Mert azt mondja az ige, hogy ma, akinek elkapja a szívét, az abban a pillanatban tud dönteni, és tud benne lépni. Úgyhogy az ítélet alatt az a tanulság, hogy nincs védelem, és az ítélet alatt csak egy maradék marad meg. A Jelenések könyve ugyanezt az állapotot jelzi, hogy többegek elpusztulnak, és a maradékot megtartja az Isten, mert Isten mindig megtartotta. Kiért jön vissza Jézus Krisztus? A maradékért. Az övéért. És miért jön vissza? Hát azért, mert azt is elpusztítanak. De azért már visszajön. Azért már visszajön. Úgyhogy Jeremiásra és Ezékielre is az volt a jellemző, hogy egyiket sem fogadták el. Én itt most befejezném, úgyhogy ezekkel a tanulságokkal, nem véletlenül ugye ezek az igék, figyeltek, Jelenések 3:19. Azt mondja az ige, ott már az egyházaknak, az utolsó gyülekezeteknek azt mondja, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Nagyon érdekes ez a szó összetétel, nem? Oda mész a fiathoz és azt mondod, hogy szeretlek, de most megfedlek és megfenyítlek. Nehezen tudja ezt az ember összerakni, hogy mi szeretsz, ha megfedsz és megfenyítesz. És maga az Isten azt mondja, hogy akiket szeretek, és nézzétek meg, olyan prófétákat küldött, azt hitték, hogy nem szereti őket az Isten, hanem hogy elutasítja őket, és pont a Jeremiás, az Ezékiel, tehát olyan üzeneteket, tehát az Isten szeretetét, tehát a Jeremiás, például a Jeremiás síralmai, tudjátok, azok arra születtek, hogy Jeremiás ott maradt a lerombolt Jeruzsálembe. És a lerombolt Jeruzsálem romjai fölött írja meg a Jeremiás síralmait. Tehát így születik a Jeremiás, és ő nem a saját nyomorúságán síránkozott. Befejezésül egy igét, a Jeremiás 29. fejezet, negyedik és hetedik vers, és akkor gondoltam, hogy nem jutok el a Jeruzsálem ostromáig, de akkor azt majd következő alkalommal a Jeruzsálem ostromát és a bukást külön meg fogjuk nézni. De azt mondja a Jeremiás 29:4, ezt mondja a seregeknek Ura, Izrael Istene, minden a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem. Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcsét, vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiakat és leányokat, és fiaitokat is házasítsátok meg, leányaitokat pedig adjátok férhez, és szüljetek fiakat és leányokat és szaporodjatok meg, ott és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érte az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Ugye mit mond itt? Azt tanácsolja Jeremiás, ugye itt egy nagyon érdekes dolgot jelez előre, azt mondja, hogy generációkon keresztül ott maradtok. Tehát ez egy hosszabb jellegű fogság lesz. Aztán ez a Jeremiás még érdekes dolgokat mond, beszél ez a Jeremiás a jó fügéről, és beszél a rossz fügéről. A füge mind jelkép, aztán visszaköszön majd Jézusnál is ez a füge. Ugye mit jelentett a rossz füge? Azt jelentett a rossz füge, és ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ki az, aki elment a fogságba és ott maradt, és ki az, aki visszajött. Vagy kiknek az utódai, hogy miért egy maradék jött csak vissza, hogy mi történt. És a Jeremiás itt magyarázza el, a jó füge kicsoda, aki visszajött.
a rossz füge kicsoda, akik nem jöttek vissza, mert ugye nem azért nem jöttek vissza, mert nem lehetett, királyi rendelet volt rá, hogy visszajöhet mindenki, nem akartak visszajönni. És itt lehet megérteni, hogy miért átkozza, mi a baja Jézusnak a fügefával, miért mondja, hogy ez egy rossz fügefa. Azért mondja, hogy ez egy rossz fügefa, mert ugye a rossz fügefa nem volt képes gyümölcsöt teremni. Egyáltalán nem volt képes. Ugye én nem értettem meg, mert ott írja is egy másik helyen az evangélium, hogy nem volt még fügeérés ideje. De a füge egy nagyon érdekes fa. Folyamatosan érik, tehát rajta van az érett gyümölcs is, és rajta van a gyümölcs kezdemény is. És Jézus azt látta, hogy oké, hogy nem volt rajta érett füge, de füge kezdemény sem volt rajta, csak levél, ami azt jelenti, hogy ez egy rossz fügefa volt. És nagyon érdekes, de Jeremiás nagyon határozott ebben, ez lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de Jeremiás a jó fügével és a rossz fügével értékelte a babiloni fogságból visszatérteket. Azt mondják, hogy akik nem térnek vissza, azok rossz fügék, akik visszatérnek, azok jó fügék. Ugye ketté bontotta, hát figyeljétek, milyen küzdelmeik voltak. Milyen küzdelem. 70 évvel ezelőtt alig várják, hogy nem akarnak elmenni, utána pedig nem akarnak vissza, nem jönnek vissza. Tehát ha megnézitek, Izrael mindig ilyen szétszóratásba került. Tehát ilyen teljes szétszóratásba került az Isten népe. Szeretném elmondani, hogy a Babilonra ez jellemző, hogy szétszórja az Isten népét, illetve szétszórja az egyházat, és abból csak egy maradék marad az Isten népe. Ezért mondja, hogy akit szeretek, azokat megfeddem. Jogikus lenne, hogy akit szeretek, azokat megölelem. Nem, akit szeretek, azokat megfeddem. Miért? Hogy jó fügék legyenek. Jó, és akkor innen szeretném majd folytatni, és megnézzük részletesebben Jeruzsálem ostromát, mert nagyon sok tanulság van Jeruzsálem ostromában, Jeruzsálem elfoglalásában és a templom lerombolásában. Miért szeretném ezt külön megnézni? Azért szeretném külön megnézni, mert ez tulajdonképpen az ember és az Isten kapcsolatának a szétválasztását jelenti. A templom lerombolása és elfoglalása, és Jeruzsálem lerombolása mit jelentett? Hogy megszakadt a kapcsolata a zsidóságnak, itt már csak Júdának, kivel? Az élő Istennel. Megszakadt a kapcsolata. Ugye nem véletlenül, ha belegondoltok, az Ószövetségbe két vonal fut, és itt lehet megérteni jobban az Ószövetséget. Futnak a mózesi törvények, tehát hogy törvény által meg lehetett igazulni. Ha áldozatokat mutattak be, betartották az ünnepeket, a templomi szertartásokat, igaznak nyilvánította őket az Isten. De ne felejtsétek el, párhuzamosan fut az Ószövetségben Ábrahám a hit atya. Tehát az Ószövetségben is meg lehetett igazolni hit által. Jézus Krisztus, amikor, mert ugye az Ószövetség meddig tart? Jézus Krisztus feltámadásáig. Tehát Jézus Krisztus mit mond az embereknek? Eredj el, a te hited megtartott téged. Ő neki mit kellett volna itt még mondania? Eredj el, a mózesi törvények megtartottak téged. De két szálon futott az esemény, tehát Isten nagyon gondviselő volt, és ne felejtsétek el, hogy ki érkezik be előbb, Ábrahám érkezik be előbb, a hit atya. Ezért külön van választva, hogy az első, azért hagytam a legvégére az első 11 részt, ugye a teremtés történettel, hogy Istennek az eredeti szándéka az volt, hogy bíz bennem, ember. Isten hitalapúvá teremtette az embert. A mózesi törvény az mi volt? Az egy menekülési útvonal volt az ön népének. Már látta, hogy hitáltal nem tudja őket megtartani. De megmaradt, ezért ugye, ha felteszük a kérdést, hogy voltak-e olyanok, akik hitáltal igazultak meg az Ószövetségben? Voltak. A zsidó 11-ben mondja ezt el Pál. Hit által, hit, és sorolja az ószövetségi neveket. Tehát az Ószövetségben is megvolt a hit általi megigazulásra a lehetőség. Ugye, itt most az a nagy kérdés, hogy az Új Szövetségben úgy tudjuk, hogy aki hisz, az üdvözül. Tehát az Új Szövetségben úgy tudjuk, hogy a hit általi üdvözülésre van lehetőség. Ezért tartom én egy kicsit visszásnak, hogy újra vissza fogjuk hozni az áldozatokat. Isten útjai kifürkészhetetlenek, maradok ennél a járásnál. Én ezt nem tudhatom, de most jelen pillanatban ehhezen tudom logikailag összerakni. Úgyhogy Jeruzsálem ostromát megnézzük, mert Jeruzsálem ostromába azt fogjuk majd látni, hogy mik vezetnek, mik azok a pontok, és ezt a tanulságot szeretném majd levonni belőle, hogy mik azok a pontok, mik azok a jelképes események, amik tulajdonképpen elválaszthatnak bennünket az élő Isten jelenlététől. És figyeljetek, megdöbbent, hogy nem a babiloni fogság volt a tragédia, hanem a tragédia az volt, amikor a templomtól szakította el őket. És ugye nézzétek meg, a babiloni fogság már egyszer elszakítja őket a templomtól és a Jeruzsálemtől, és mi történik 600 év múlva? Ugyanez megtörténik még egyszer, a római birodalom elszakítja őket a templomtól, és elszakítja őket Jeruzsálemtől. És
Hát azóta ez nem állt helyre. Azt lehet mondani, hogy ez nem állt helyre. Ha ma elmennél Jeruzsálembe, és elkezdenéd kiabálni, hogy Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan fővárosa, akkor téged megölnének. Valaki biztos. Még az is lehet, hogy a zsidók. Még az is lehet, hogy a zsidók, tehát valaki miért? Mert egyszerűen ezt nem fogadják be az emberek gyomra. Amikor ugye pont a Trump elnök azt mondta, hogy Jeruzsálembe viszi át a nagykövetséget, az amerikai nagykövetséget, akkor szeretném elmondani csak nektek, hogy ez mindig egy torzítás. Nem a Jeruzsálembe vitte át, hanem Jeruzsálemnek a nyugati részére vitte át, amit a palesztinok sem tartanak Jeruzsálemnek. Ez egy újkori része a Jeruzsálemnek, semmi köze ahhoz a Jeruzsálemhez. Ugye mi megy a Jeruzsálemben a harc a hatodik kerületen valahol Tel Aviv felé félúton? Nem, hanem Jeruzsálemben a harc a templomhegyen megy. Ezen megy a harc, semmi máson. És a templomot körbevevő magán a templomhegyen. Tehát Kelet-Jeruzsálem, ugye miért Kelet-Jeruzsálem tényező a bizonytalan? Mert Kelet-Jeruzsálem az szervesen egybeér a Mória hegyével, tehát a templomhegyel. Aki uralja Kelet-Jeruzsálemet, az uralja a Mória hegyét is. Ezért nem véletlenül a zsidó telepesek először a Nyugat-Jeruzsálemben kezdtek el terjeszkedni. Kelet és Észak-Jeruzsálem, akik már voltatok kint, azt tudjátok, az még totál arab lakta vidék. Tehát totál. Nyugaton meg, hát ott meg nyugat és délen pedig, hát ott tudott terjeszkedni a zsidóság. Úgyhogy a Jeruzsálem ostromát akkor külön meg fogjuk nézni, és 586-ban megsemmisül Jeruzsálem, és itt írja meg a Jeruzsálem síralmait. Úgy szeretem ezeket az embereket, hogy a kutya nem hallgatta meg, vége van az élete, mindenki elmegy, stb. És akkor a legvégén meg ugye, én sokáig azt hittem, hogy ő a saját szolgálatát siratja, a túrost, ő Jeruzsálemet siratta, hogy ott sétál a romokon és siratja a Jeruzsálemet. De mondom, hogy megmutatom nektek azt az igét, hogy vesz egy darabka földet a babiloni fogságban már, és ezzel jelzi az embereknek, hogy vissza fogtok térni. Senki nem hit neki. Nem véletlenül ugye a hamis proféták azért támadnak a hamisságot. Figyeljetek, ma könnyebben elhiszik az emberek a hazugságot, mint az igazságot. De nem csak a Bibliával kapcsolatban, minden területen. Ha azt mondják az embereknek, hogy adja 1000 forintot és meg tudod tiszerezni, nagyon sok ember odaadja. Hát ha kaptok e-maileket, én még mindig kapok, minden nap eurómilliómos vagyok, mert például ma is kaptam egyet, hogy meghalt nigériai e-mail, persze meghalt Jákob bácsi és 115 millió eurót rám hagyott. Azt mondtam is ma a kollégáimnak, hogy 5-öt neked adok, 10-et neked, szétosztom az egészet, gyerekek, nagyvonalú vagyok. Csak hát ugye ott van a mondat végén, hogy küldjem el az adataimat, de természetesen fizessek be 36 ezer forintos regisztrációs díjat, és akkor hozzájutok az iratokhoz. Tehát egy lehúzás az egész, de nap mint nap 100 millió eurókat nyerek, és nem, tehát Erikának épp mutattam, talán 2 éve volt, vagy 3 éve volt, amikor kiváltunk így a hídgyülekezetében, akkor volt az, hogy kaptam egy levelet rögtön a kiválás után, hogy hívő keresztény vagyok, és haldoklom, és a ti gyülekezetetek a szimpatikus, és 600 ezer eurót rátok hagynék. És várta, hogy én majd vissza fogok ráírni, hogy azonnal. Tehát 2 nap nem írtam vissza, akkor írt még egy levelet, hogy nem akarjátok átvenni az örökségeteket, és akkor válaszoltam, hogy köszönjük szépen, mi már átvettük az örökségünket. És akkor többen mondták nekem, hogy és ha igaz, hát mondom, ha ő tényleg nekem akar adni, vagy nekünk akar, akkor ideadja, és kész. És nem is kérdezi, meg nem is foglalkozik ezzel. Mondom, dehogy is, tehát még az egyházba is betör, miért? Hát rengetegen reagálnak rá. Most képzeljétek el, egy rossz anyagi helyzetben, vagy egy gyülekezeti házat építő gyülekezetnek ez milyen jól jönnek. Kiszámolják, beosztják, 600 ezer euró, meg is vagyunk belőle, még egy szintet rá tudnak húzni, befizetik a regisztrációs díjat, és ugyanúgy lehúzzák őket. Tehát ez működik a világ, hogy a pilótajátékok a pénzekkel kapcsolatban, hát itt a mi környékünkön, itt Baranyában sok ilyen pilótajáték indult. Az ország egyik legnagyobbja, ugye a Tribu pilótajáték az innen indult. Egy kis komlói háziasszony megcsinálta az évszázad üzletét, és mindenki azt hitte, hogy a háziasszony áll mögötte, de hogy is a háziasszony áll mögötte, az akkori vagy északnak, vagy délnek a jeles képviselői álltak mögötte. A néni csak a komlói 4. emeleti panelházból irányította ezt a világméretű bizniszt, és hát figyeljetek, akkor én a Pécsi hídgyülekezetének voltam a tagja, és hát vezetői szintig eljutott. Egy hajszál választotta bennünket, hogy a gyülekezet pénzét az egyik presbiter nem tette bele, nem forgatta meg. Egy hajszál választotta bennünket.
Szó szerint, tehát ott vesztem össze az egyik, szó szerint már szinte majdnem bunyóra mentünk, hogy te a saját pénzedet. Figyeljetek, a gyülekezetben kölcsön adtak neki, forgatta másoknak a pénzét, és ugye ment a nagy, mert ugye a tribunak az volt a lényege, hogy évekig visszaadta. És akkor mi történt már? Hát már mindent odaadtál a legvégén. És amikor már mindent odaadtál, na akkor nem adta vissza. Tehát azt is elvesztetted, amit nyertél, meg ami volt is. És mondom, rengetegen benne voltak, van, akik a házukat bukták el, és hát ugye a legnagyobb megdöbbenésre ő még mai napig presbiter. Tehát ez egy megrázó eset, hogy nincsenek. Na nekem ezzel van a bajom, amikor nincsenek következményei ezeknek a dolgoknak. Nem az emberben, tehát nem megsemmisíteni kell az embert, pontosan rossz a következménye, amit az ember csinál, mert kitagadja, kiátkozza, nem ezt kell csinálni, szeretni kell, nem ezt kell csinálni, csak hát könyörgöm, hát az én ne. És pénzügyi tanácsokat ad a mai napig. Szóval ez a szép a mi kis egyházunkban. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk téged, hogy vezess bennünket, és tudjuk levonni a tanulságokat. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy te szó szerint elmondtad, hogy az Ószövetséget a tanulságunk miatt hagytad meg, és erre írattak meg ezek a könyvek. Add meg, Uram, hogy ezekből az igékből levonjuk a tanulságokat, és ha ismétli magát az esemény, akkor mi már ugyan tanulva a te népedből, Izraelnek a bűneiből, eleséseiből, Uram, mi el tudjuk kerülni ezeket a hibákat, ezeket a bűnöket, és tudjunk, Uram, a te szavadra hallgatva járni, kelni, élni, létezni a Jézus nevében. Amen.